Ezek a Dombováron működő Help Egyesület telepén álló új kennelek, amennyire lehet méretüket tekintve sokkal kutyabarátabbak, mint régi társaik. A kóborkutyák összegyűjtése és elhelyezése az önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladat. Ezen a telepen nem csak Dombovár, hanem a város 20 kilométeres körzetében összegyűjtött kutyákat is őrzik. Az egyesület vezetője azt mondja, ma Magyarországon szinte csak kölyök kutyákat fogadnak örökbe, így a menhelyen lévők élete gyakorlatilag meg van pecsételve. A kutyák állandóan úgy kerülnek be, hogy nincsenek csipelve, nincsenek oltva. Hiába 8 éve van az a törvény, hogy minden kutyát ugye transponderrel el kell látni, hogy be tudjuk legalább azonosítani, hát sajnos ez nem jön össze. A dombovári menhely állapota olyan volt, hogy a szervezet az önkormányzat támogatását is kérte, és el is nyerte. Emellett egy németországi szervezet is támogatta az új kennelek létrehozását, mely az itt élő kutyák külföldi gazdakeresésében is segítséget nyújt az egyesületnek. Az építéssel egyidejűleg egy ivartalanítási program is kezdetét vette. Mivel sokkal drágább kennelt építeni, mint kutyát ivartalanítani, ugye tavasz folyamán egy ingyenes ivartalanítási akciót is hirdettünk, amiben szintén az önkormányzat részvételével több mint 60 kutya került ivartalanításra, és azt gondolom, hogy ez a jövő titka, hogy nem kennelt kell építenünk és itt kell bővítenünk, hanem a felelős állattartást kellene inkább elterjesztenünk. A dombovári kutyamenhely telepén történt kennelépítési program majd 10 millió forintba került volna, mondta Németh Tíme alpolgármester, ám a németországi és hazai támogatások eredményeként a költségek alig haladták meg a 6 millió forintot.